Szép jó estét kívánok minden kedves nézőnek! Ez az első futam. Várom a játékosokat, 25 játékos van még csak egyelőre. Későbbiekben remélem egyre többen leszünk itt. Ez most a YouTube-ra fog menni egyenesen, mert ne legyenek stream snipe-ok, ugye? Tizenheten már itt vagyunk. E-maileket kapják a játékosok, ugye e-mailbe mennek ki a roomlinkek, és hát a roomnak a linkjei. Bot B, Tomikáze, itt van Balog és Patka Zsolti, Warrior, Sunny, vagyis hát Sony, Eci Norbi, Eci Krisszel, Eci Istivel, itt van a Hectő, Gipjani és Csabi, itt van Zankrov, Róka, Keke, Mr. Joe Biden Koponyával és Révön Juhival. Közben jönnek még az emberek, már nem sokan hiányoznak. 25 játékos. Hefner, Boyt meg Darius még nem látom például. Húsz ember, öt ember hiányzik gyerekek. Ebből most olvastam a chatben, hogy egy nem is tud jelen lenni. És pár embert látok, akik jelentkeztek, például Parker meg Darius. Ők itt spektálnak inkább valami más meccset, most nem tudom, hogy mi lesz velük. Elfelejtették, hogy ma meccs van, vagy ilyesmi. Úgyhogy nem is várunk tovább, 20 ember itt van, már majdnem 10 perce tovább vagyunk az egészen. Sajnos 20 emberrel indítjuk, akkor így. Hoppá, 21, akkor még egy nagyon picit várok. Nagyon picit. Jó, most jó. Érdekes, első indításra azt írtak, hogy nem jó. Játékossal a 25 helyett az első futam kezdetét veszi. Remélem, hogy jól fog sikerülni, ettől függetlenül, hogy kevesebben vannak játékosok. Minden ilyen rendezvényhez idő kell, természetesen. Pindur Pandurt egyedül kirakta ide. A többiek meg itt vannak a kis házak közt. És meg is indult a visszaszámláló, a végső. A repülő hijacknél megy be, Ghost Town és Turbina közt ki. Nézzük ezt a rengeteg játékost, ki hova megy. Érdekes, hogy csak 20 játékos van a 21 helyett, valaki lehet kilépett közben. Ezek szerint. Makiverem ki is ugrott, Sony és Voci mind a hajóra mennek talán, nem. Gipjani és Csabi mennek nyugtán felé, Kárgódok talán, Boss és Tomikázival együttemben. Gipjani-től elkapcsolunk egy pillanatra, igen, Lighthouse-hoz mennek. Turbinák felé is elég sokan mennek, itt egy kupacba ugrott a gépjaniék. Fegyver az még nincs. Gépjani fönnakadt, Csabi talált magának egy Holgert.
Boss gondolkozik, hogy mit is csináljon. Tomikáze már megy is. És visszajött a Gipjanit, nagyon szép volt egy AK-117-tel. Csabi nem tudom mit csinál. Bossnak még mindig nincsen semmije. Igen. Csabi lent, Boss meg fent áltétlenül. Gondolkoznak, hogy mi is legyen. Ezben átkapcsolok ide a hármashoz. Raven is juhék. Itt elég messzi vannak még egymástól. Róka és Keke. Közelben Elci, Norbi és Krisz. Visszamegyek szerintem Gipjaniékhoz. Közre fogja őt Tomikáz és Boss. Boss baby. Most össze fognak találkozni. Mégsem. Csabi lejött inkább egy szinttel. Elbújik, ez egy pszichózis. Kint van az udvaron, a háta mögött van egyenesen. Szerintem ki is fogja így szedni őt. Nagyon megy a keresgélés. Többi csapatnál még viszonylag csendes a terep. Ennyi játékosnál még nagy ez a kör. Igen, Csabi talán talált egy pontot, ahonnan rájuk láthat. Vagy ők rá. Igen, igen. Ők itt lent keresik még. A zóna megindul közben. Úgyhogy sok csapatnak meg kell indulnia vele együtt. Csabi megindult inkább a vízpart felé, átcsúszik. Nem tudom, észreveszik-e. Talán most Boss észrevette. Nem, még itt keresi. Jó, Csabinak sikerült megmenekülni. A dögcédulát itt hagyta. Úgyhogy valószínűleg Gipjaninak nem sikerül visszajönnie. Megnézzük a hármas hívót, közben kiszedték Raven-t, észre se vettem. Itt van Balog és Zsolt Patka, ők mind a ketten elég jól játszanak. Igazából innen mindenki elég jól játszik. És Kánse Patka Zsolti megpróbálta kiszedni Juhit, akinek nem is sok HP, hát HP az marad, de armor az nem sok. Hoppá, Balog fölninjázott. Juhi leesett. A Balog súran mellé is kiszedte. Juhiék csapata az teljes mértékben kiesett így. A kör a szűkül tovább, ez még csak az első, nem annyira vészes. Ugye Csabi az még ott van a kárgódokba. Tomikázék itt vannak még. Ugranak vissza többen is. Elci Pisti, akkor ezek szerint sikerült Gipjanit visszahívni. Így is van. Még nem ugrott ki. Tomikázék csónakkal mennek be a körbe valószínűleg. 34-es Balog. Itt van itt Norbiék. Pandur egyedül. A lobbyban még nem volt egyedül. Jó rémlik. Makiveren volt egyedül csak. Egy helikopterben el van. Megy is rá a kis fegyveres airdropra. Yeah.
Orbi pont kiszedte Pindur Pandurt, ahogy ide kapcsoltam. Ki az Zankroék? Kicsit bugosak, de megvannak. Itt vannak Istiék közelében, nézik is, hogy mi lehet ott. Ők egy kis sportautóban. Nem bugos a játék, gyerekek, semmilyen szemszögből. Ez teljesen természetes a kodmobilban. Gipjani egyedül. Bocsánat, Csabi megy felé. 12-es Maki verem. Helikopterrel itt van Sony és Boci fölött. Akik lövik is a helikoptert. Elég szépen, ahogy látom. Nem sikerült kiszedni. Közben közül Gipjani. Nem. Nem hiszem el ezt a spektálást néha. Gipjani egy quaddal. És egy Csabi. A kör kicsi, de közelítenek a játékosok egymáshoz. EC Isti és EC közelítenek Boss B és Tamikáze felé. Egyes csapatból Róka is keke. Ők csak mennek a körbe. Egyelőre nem sok történés van. Talán itt Gipjaniéknál lesz valami. Egyre közelebb van a 11-es csapat. Így is van Voci. Lehet mindjárt kap egy tockost. Csabi bent hassal. Hoppá, Voci kiszedte Hetz Gipjanit. Csabi kiszedte Vocit. Sony pedig Csabit. Tehát a Hetz csapata az teljesen kihullott, ahogy látom. Ott ment az oda-vissza lövés. Csak egy maradhat alapon. 15 játékos van még, 5 játékos halt meg eddig. Átnézzük Rókához és Kekéhez. Itt se sok minden van még. Zankró és Koponya közel itt talán. Az 50-es csapatból Tomikáz és Boss van még itt a másik házsornál. Ebből mondjuk lehet valami. Bizony, bizony, itt már látszanak a ellenséges lábnyomok. Keke és Róka bent a házban. Maki verem kiszedte Zankrót. Közben Maki veremre átnézünk gyorsan. Ő is itt van a közelben. Nem Maki verem. Egy Arctic 50 exotikja van. Nagyon szép karácsonyi skinben van a kis játékosunk. Snowboarddal megindult. Visszakapcsolunk Bosszékhoz, mert itt azért eléggé szorosan összebújt a két csapat. Patka Zsolti kiszedte Sonyt közben. Zsolti ráugrik Bocira. Kilőtte Sonyt közben. Visszahívja a társát, Balogot. Ez itt szép volt. Menjünk vissza Bosszékhoz. Itt szépen elhúzzák ezt a bujócskát, ahogy látom Zankroékkal. Zankro nem ugrik vissza társához, úgy látom. Nem
tudom miért. De Róka is Keke is a közelben, ugye. De visszajön azért közelbe. Tankrov is. Csak szed egy kis lootot. Igen, koponya most, hogyha föl kell, akkor észre is venni őt, boss. Tomikaze ninja, úgyhogy ő könnyedén fölmehet, aztán véletlenül meglepheti az ellenséget. Tízes csapathoz is átlesek gyorsan. Norbiék, Makiverem közelében. Megnézzük Makivermet. Itt EC Isti felé, bent van a WC-n, szarik bele az egészbe, úgy döntött. Hoppá. Igen, oda kéne egy jó kis cluster gun, vagy ilyesmi. Hoppá, hoppá. Nagy majdnem kifeküdt, lemokkolt a Kriszt. Nem kellett volna kiállni a kő mögül, őt is le fogja nokkolni. Közben is Tite snowboardozgat. Konyai kekjék közelében. Megnézzük közben Istit. Isti egyedül maradt, aki veremmel szembe. Isti nincs már egyedül. Ment a csapattársa után, kiszedte őt Makiverem. Hetes csapat Zankrovék. Nagyon-nagyon sokan vannak egy kupacba. Fölöttük van az 50-es csapat Tomikázék. Lent vannak Kekék. A kör az jön. Mindenki csak várja, hogy menjen a másik. Volta is kiszedte Tomikaze. Nézzük Zankrovval mi lesz. Zankrov kiszedte Tomikazét, boss Zankrovot. 8 játékos. Itt vagyunk Makiveremnél, Balog és Patka Zsolti közelében. Ők fönt vannak az épület tetején, Makiverem lent. Norbi és Krisz kint vannak még a körnek a szélén. Patka Zsolti szerintem a hálón keresztül próbál lefele nézni. Hát, ha lát valamit. Balog megállt itt inkább. Ez egy nagyon jó plac egyébként. Nem tudom, hogy mire lő. Lehet csak fel akarja hívni a figyelmét magára. Nem. Ott van szerintem a 10-es csapat. Norbiék, így van, nagyon jó a szeme. Makiverem nagyon rámenősen játszik. Majdnem kiszedte most Balogot. Rálő a helikopterre még egyet is lehet kiszedi. Elég közel van hozzá Balog. Kiszedte Makiveremet, nagyon jó. Itt a tornyot bevédték maguknak, de jön közben a kör. Kiszedik a helit. 7 játékos.
box egyedül, rajta kívül három teljes csapat. Róka és keke befoglalták itt az épületek alját. És Krisz a körszélén közelítenek boss felé. Ugye kapja is az áldást. Benyomnám a Tricksterem a helyébe, hogyha tudnám. Patka Zsolti kiszedte Ecin Orbit, szép volt. Gyönyörű. De boss. Azt nem lát rá senkire, ők még itt mindig a házban vannak. A boss inkább megállt itt a kő mögött. Dob egy villantót, ha jól látom, Patka Zsoltiéknak. Kis villantás, sosem árt. Neki is meg kell indulnia most már lassan. A három dobogós csapat már. Hoppá! Patka Zsolti kiszedte Kekét és Rókát. Sortüzet állt a két csapat. És meg is vannak a nyertesek, Patka Zsolti és Balog. Nagyon szép volt, 34-es csapat lett az első. Én örülök, hogy ennyien jelentkeztetek már az első futamra. Remélem legközelebb egyre többen és többen leszünk. Mindjárt mutatom a nyerteseket is. Az első három helyezést, ugye, akik megnyerték a 10-10 dollárt. Első helyen Patka Zsolti 6 killer és Balog 4 killer. Második helyen Boss B 1 killer, Tomikaze Hun 2 killer. Harmadik helyen Keke 86 0 killer és Róka 14 0 killer. Ők hárman lettek a 10 dolláros nyeremény tulajdonosai, amit majd a Battle Club eSport jó voltából fognak megkapni. Én a streameimmel átköltöztem a Trovóra, ezt is még elmondanám. Egy linket bedobok ide a videó alá. Aki még nem tette, az kövessen be, légy szíves. Mert a Facebook nem túl kedvező az embereknek. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézi, visszanézi ezeket az adásokat. Remélem egyre több kerül majd ide föl sorba. Addig is sziasztok!